nagyon fals az a kép, ami tömegek fejében él arról, hogy hogy néz ki egy hosszú távú párkapcsolat. Tehát, hogy a boldogan éltek, amíg meg nem haltak, ugye hát ilyen nincs. Tehát egy hosszú távú párkapcsolat mondjuk nagyon szerencsés esetben egy szerelemmel indul, ami nagyon maximum 2 évig kitart, és utána, ha úgy döntenek, hogy nem mennek szét, akkor egy ilyen folyamatos közeledés-távolodás érzelmileg, ez a realitás. És ebbe beleférnek akár az ilyen allergiás reakciók is a távolodás részébe. Itt jön be az, amiről mi egyébként beszéltünk az Edittel, hogy igenis hullámzik nagyon egy hosszú távú együttélésben az egymás elviselhetősége, a közeledések és a távolodások. És közben volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy tényleg vagy közeledsz, vagy távolodsz, hogy viszonylag ritka a stabilitásnak a pontja, amikor úgy fixen együtt van egy pár mindenféle értelemben. És erre mondom azt, hogy soha nem lehet abba hagyni azt, hogy dolgozz rajta egy kicsit.